Sziasztok srácok, itt is vagyunk a Tóreádorok 9. részével, és amielőtt elkezdenünk az egész epizódot, nézzük is meg, hogy milyen játékosok maradtak még a dobozban. Nagyon sok Silver, illetve Norrer Gold játékos van még a dobozban, viszont még vannak olyan nevek, akikkel jobbak lehetnénk, de majd kiderül, hogy kiket tudunk kihúzni. Na és ezzel a csapattal fogjuk lejátszani a legelső mérkőzést, nézzük is meg a csapatot, amint az előző epizódban láthattátok a húzások után, bekerült Benyát, bekerült Borja Valero, Borja López, illetve Suso. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire fog meggyengülni ezekkel a fejlesztésekkel, idézőjeles fejlesztésekkel a csapat. Itt is van az ellenfél, ahogy láthatjátok, egy BPL, illetve brazil hibridről van szó. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire lesz verhető. Az de jó labda! Úristen, mekkora kapufát rúgtunk Pedroval, hát én ezt nem hiszem el. Jó, még mindig ott van, Borja Valero! Nem lehet igaz, és felső kapufa, hát ilyen nem létezik. Ez nem igaz. Az igen, nagyon jó labda, menne vissza, Rodrigo, rá kell lőni, Rodrigo, és bele a kapusba. Ó, de jó labda Negredónak. Na, Negredo még mindig. Bepasszoljuk, Rodrigo, ó, és öngól lesz. Szerintem öngó volt, de lehet, hogy Rodrigo volt a tettes, aki be tudta fejezni. Hát Rodrigo próbált lőni, az ellenfél belecsúszott, de végül is öngól. Nagyon jó, Iniesta azt a mindenit, közben végrehajtottam pár cserét, és Iniesta ellen rögtön akkor átszabálytalankodtak, hogy szegényke ott maradt a földön. Megy Iniestának vissza a labda. Iniesta, és ott a gól, 2-0. Igen, ennyi is lett volna a mérkőzés, megvan a két fejlesztés, és nézzük meg, hogy kik fognak csatlakozni a csapathoz. Na és akkor a legelső játékos, aki fog csatlakozni hozzánk, az ő neve nem más, mint kezembe szorul. Jó, megvan. Ez a játékos lesz, aki fog csatlakozni hozzánk. 1-2-3, és Jesus Navas! Nagyon gyors jobb szélső. Nagyon örülök, kíváncsi vagyok, hogy hogyan fog muzsikálni nálunk. És akkor egyben az utolsó fejlesztést is a mérkőzés után. Nézzük akkor az utolsót, aki fog csatlakozni hozzánk. Az ő lesz. 1-2-3 és középpályás, méghozzá egy silver középpályás, Camara, Barcelona játékos. Szerintem nem nagyon ismeritek, én sem, szóval nézzük is meg, hogy ezekkel a játékosokkal milyen csapatot tudunk összerakni. Na és akkor ezzel a csapattal fogjuk lejátszani a következő mérkőzést. Bekerült Camara, és bekerült Jesus Navas, visszakerült a középpályára Iniesta és Koke. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezzel a felállással mire fogunk menni. Visszaálltam ugye 4-3-3-ra, maradt Rodrigo, és visszakerült a csapatba Piqué, viszont a cserék között is vannak nagyobb nevek. Nézzük is meg akkor, hogy a következő mérkőzésen milyen megyünk. Na és akkor itt is van az ellenfelünk, úristen! Egy BPL csapatról van szó, viszont ott van Suárez, Neymar, Bale, Modric, Iniesta. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mire megyünk a csapattal, nézzük meg! Neymart nem érjük utol, jön középre a labda, Suárez, és hogy megy be? Hát ilyen nincsen! Iniesta-val megszerezzük a labdát, Iniesta még mindig, Iniesta, be kell lőni, Iniesta, és Areolának pont a kezébe. És átlöpöljük a kapust! Úristen, mekkora gól Pedroval! Ajaj, hát ilyen nincsen, hogy veszi le a kapus előtt a labdát? És ennyi is lett volna az első félidő, nézzük a másodikat, és remélhetőleg meg tudjuk fordítani az eredményt, hiszen itt vannak a statisztikák. 2 lőtt az ellenfél kapura, mind a 2 gól. Mi 8 lőttünk, 5 eltalált a kaput, és egyetlen 1 gól. Többet volt nálunk a labda is. Nézzük meg, mi lesz a második félidőben. Pedro nagyon üresen, Pedro! Na, Pedro! Gurizs le! Rúgd be! Ott a gól! Megvan a 2-2! Úristen, az utolsó percben! Koke! Végül is 2-2 lett az eredmény. Itt vannak a statisztikák, ahogy láthatjátok, 12-t lőttünk kapura, 6 talált el a kaput, és 2 gól lett csak. Úgyhogy
le a kalappal a FIFA előtt, hogy ennyire skriptelt, hogyha 2-2 tud lenni, mindegy, nézzük is meg, hogy ki lesz az egyetlen egy játékos, aki be fog kerülni a csapatba. Ő lesz az, aki fog csatlakozni egy meccsre? Nézzük is meg, hogy ki az, 1-2-H, és Fuego, hát egy védekező középpályás, annyira nem rossz, nézzük is meg, hogy milyen csapatot tudunk összerakni. Itt is van a csapatom, ahogy láthatjátok, bekerült Fuego, bekerült Vidal, Cazorla, illetve Aduriz, nézzük is meg, hogy ki lesz a következő ellenfelünk. Na és akkor itt is van az ellenfelünk, ahogy láthatjátok, egy full PSG csapatról van szó. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit keres Valszélen Veratti és csatárba Di Maria, kiderül. Jó, Cazorla nagyon szép labdát kap, Cazorla, és ott a gól, 1-0-ra vezetünk, így kell ezt csinálni. Na jöhet a szöglet, nézzük azt a fejest, ott a gól, 2-0, Rodrigo. Az ellenfél már nem is játszik, ott a harmadik, az ellenfél nem nagyon akar már játszani. Rodrigo, és ott a gól. Már az a negyedik, és azt hiszem most már a Mester 3-asa is megvan, még plusz még egy fejlesztés. Matuidi mekkora gólt lőtt. Megnyertük a mérkőzést, ahogy láthatjátok, feljutottunk a következő osztályba, méghozzá úgy, hogy 2 fejlesztés jár a feljutásért, illetve a bajnoki címért, 2 jár a győzelemért, és még 1 jár a Mester 3-asért, amit Rodrigóval szereztünk. Nézzük is meg, hogy ki lesz az az 5 darab játékos, aki be fog kerülni a csapatba. Az első játékos, aki fog csatlakozni hozzánk, az nem más, mint ő lesz az, aki fog csatlakozni hozzánk. 1-2-H, és Man of the Match Ruiz. Man of the Match Ruiz fog bekerülni, ő egy jó középhátvéd. Következő játékos, aki fog csatlakozni, az nem más, mint ez a játékos lesz az. Mutatom is nektek. 1-2-H, és David Silva. David Silva fog bekerülni, és akkor nézzük még a maradék 3 játékost, aki fog csatlakozni így a meccs után. Legyen az egyik ő, mutatom is. 1-2-H, és Keita. Keita is nagyon gyors, balszélső. Nézzük a következő játékost, egyben az utolsó előttit is. Ez a játékos fog csatlakozni. 1-2-H, és Aspas. Nem túl rossz, viszont nem is túl kecsegtető. Nézzük is akkor az utolsó játékost, aki a meccs után fog csatlakozni hozzánk. Ő lesz az. Az ő neve nem más, mint 1-2-H, és ennek annyira nem örül, Kiko Casilla, nem Casilla, hanem Casilla. Nézzük is meg, hogy ezekkel a fejlesztésekkel milyen csapatot tudunk összehozni. Na és akkor ezzel a csapattal fogom lejátszani a következő mérkőzést. Ahogy láthatjátok, mindegyik játékos megkapta a pozícióját. Köszönöm a figyelmet, hamarosan találkozunk. Sziasztok!